Huge, you did this one. So that little bitch start tripping, we gon' get the bag. And now on my back, she like living fast. She wanna fuck with me cause we getting cash. I hit that bitch far, did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. The stats, I put that bitch like a bag. Racks, I'm tryna get all of that cash. Sorry, she wanna move fast. That little bitch start tripping, we gon' get the bag. And now on my back, she like living fast. She wanna fuck with me cause we getting cash. I hit that bitch far, did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. The stats, I put that bitch like a bag. She wanna move fast. So that little bitch start tripping, we gon' get the bag. Hit the bag, get the racks, get the cash, yeah. Hit that bitch with no condom, then dash, yeah. Tryna get brain, have bread in a patch, yeah. Hit that boy with that Glock, burn his back, yeah. Hit that bitch with the stalk or the Mac, yeah. Oh, he talking that cat, why you lack, yeah. Get the stash, yeah, that straight facts, yeah. She keep stressing, bluffing, sweet and relax, yeah. What the buddy pussy thinking? Just because I'm famous, they thinking that I don't keep a fucking stainless. I'm swinging that chopper, I leave that boy brainless. I'm dead, my bitch, she bad as she be saying. I'm staring, my Glock is cop point at your brain. And you said that niggas really on the game. But these niggas be pussy and they be false claim. I'm a beast in the streets, pussy boy, you can't slay. Why the fuck these pussy niggas on, nigga? Fuck that slide, she back to the ball, nigga. I had to get cash, get this shit on my own, nigga. I ain't grown, but a nigga had grown, nigga. Fuck that bitch, and I'm just dead and I'm gone, nigga. What the fuck these pussy boy think they on, nigga? She like how I smell, she fuck with the cologne, nigga. Think that he really good, but he a clone, nigga. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me, cause we getting cash. That bitch robbed it, that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. Stats, I put that bitch like a bag. Racks, I'm tryna get all of that cash. Sorry, she wanna move fast. That little bitch stop tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fuck with me cause we getting cash. I hit that bitch robbed it, that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. Stats, I put that bitch like a bag. Racks, I'm tryna get all of that cash. Sorry, she wanna move fast. That little bitch stop tripping, we gon' get the bag. Szép estét mindenkinek! Itt vagyunk itt van már a Szimpozitív Live is velünk, Békefi Tamás személyében. Sziasztok még egyszer újra! Itt vagyunk Ricsivel, és megtartjuk az idei év utolsó ACC GT3-os interaktív BT ülését, amiben a vasárnapi versenyt, utolsó szezonzáró mizánói nagydíjat fogjuk kielemezni, bár annyira nem lesz mit kielemezni. Szia Ricsi! Sziasztok. Sziasztok! Előjáróban gyorsan itt mondok, hogy reméljük a mai katasztrofális stream minőség az utolsó, mert az internet szolgáltatónak jelezni fogom, hogy ez katasztrofális, mert egyébként tényleg borzasztó a helyzet. Jelen pillanatban rengeteg a csomagveszteség, a packet loss, de reméljük, hogy a két ünnep között, de az ünnepek után ez megoldódik. Addig meg türelmet kérünk, mert eddig ilyen nem volt. Ha valakinek van vodás UPC is ismerős, aki tud Daninak közben járni, azt jelezzétek. Igen, a vodás UPC is ismerős, úgymond kapcsolatokat szívesen veszem, mert illetve ha van valakinek tapasztalata a Vodafone-nal, stream, mert sebesség az van, nem a sebessége van a probléma, hanem a stabilitással. Úgyhogy ha valaki streamel esetleg UPC-val, illetve most már Vodafone-nal, akkor azt megköszönöm, hogyha, és neki jó, akkor szívesen veszem, hogyha rám ír, hogy mit tapasztal, vagy ha rossz neki, akkor is. Na de ez egy mellékes eset, úgyhogy maradunk ilyen szar minőségben még, reméljük, hogy jövőre már nem. A vasárnapi nap margójára annyit, hogy fantasztikus verseny volt, éppen ezért ez egy nagyon-nagyon-nagyon rövid BT ülés lesz, mert alig van esetünk, és ennek nagyon örültünk. A rajt is tök jó. Hogy velünk tartottatok. Sziasztok. Igen, sziasztok. Egyébként majdnem mondhatjuk ezt. Nagyon rövid, vagyis hát nagyon szép volt a rajt, illetve látszott, hogy türelmesek is voltak a pilóták. Egy-két kisebb hiba, a baki megforgás az becsúszott, de ez mindig lesz, de semmi olyan dolog nem történt, amire azt mondanánk, hogy te úristen.
Úgyhogy azt mondom, hogy kezdjük is el. Szerintem a srácok látták a múlt heti részrumos rage-ünket és azt a BT-ülést, és úgy döntöttek, hogy egy FN akkor az utolsó, az legyen egy kicsit könnyedebb. De, meg gondolom én, most már nagyjából mindenki rájön, hogy annyira érdekes a Kunosznak a fizikája, hogy inkább mindenki a biztonságra autózik, és meg se próbál határon ott a másik mellett menni, mert szomszéd hát az meg a szokásos szezon végére összeérnek a dolgok, szóval lehet, hogy most kéne reszetelni, és akkor indítani egy újat, és akkor minden jó lenne. Na, nézzük az első találkozást. Ja, Ricsi, ugye Ricsi most nem látja, amit én mutatok, mert Gordon se osztom meg a képernyőt a szuper gyorsnetemnek, hála. De először megmutatom gyorsan a rajtot, mert azért mutassunk szépet. Itt ugye itt történt egy kis megforgás, és akkor már maradunk is itt. Itt a Füzi Barna a lila Bentley-vel megy neki Fodor Balázsnak. Igen, megmutatom Füzi Barna szemszögéből is az esetet, de innen távolról is elég egyértelműnek tűnik. Minimális volt a kontakt megint. Nem arról van szó, hogy Barna eszeveszettül ment volna. És akkor megmutatjuk. Egy egész szép rajtja lehetett volna egyébként. Mindenkinek egyébként. Sok helyet jött előre felé, tehát hogy nem úgy mondom, hanem hogy fogta a pozíciókat Barna rendesen. De aztán egyszer csak. Hát igen, itt ugye helyezkedtek itt Fodor Balázs is. Fékezett, nem akart senkinek sem neki menni. Ez nem is volt probléma, aztán itt egy ilyen kamerállás is még Barnát fölülről mutatjuk. Éppen hogy megpöccinti, csak egy sajnos Fodor Balázsnak a helyezésébe kerül. Apró hiba Barnától, de ettől függetlenül sajnos meg kell adnunk neki az első körös büntetést, ami 3 büntetőpont és 15 másodperc. Elég egyértelmű a dolog. De akkor, hogy kitöltjük ezt a 15 percet, műsoridőt. Mutatom tovább a versenynek a következő pár kanyart, mert igen szép volt. Itt egyébként szépen autóznak a pilóták. Annyi, még itt gyorsan végén, megemlítjük itt a végén lévő Györkös Levente talán? Igen. Igen. Egy új versenyző nálunk. Igen. Akkor nem is rohanunk előre. De itt egyszer Levente, ugye egyelőre még licensz nélkül, ugye a mezőn végéről indult. Nem egy nagy dolog. Először neki megy Kovács Ricsinek, aki szintén új, nem a jelenlévő Kovács Ricsiről beszélek, hanem az új Kovács Ricsinkről. Egyébként Ricsi, hát valamennyire régi új, mert ugye régi, már régi. Volt. Ha ne. Elindultál volna ezen a versenyen, akkor csak Bálintnak a dolgát nehezítetted volna meg, mert akkor 3 Kovács R lett volna. Igen, hallottam így is, hogy ezért problémát okozott számára, hogy a Mercedes-szel induló Kovács Robi az igen. Még mindig néha én voltam, amit elnézést kérek tőle, hogy az én szinte még alacsonyították őt, mert azért sajnos már nem egy szintet képviselünk, úgyhogy igen. Igen. Na mindegy. Tehát igen, nem én vagyok, de az Alfa Tauri kapott egy kis pöccintést. Igen, itt a belsőből nézzük most Leventének. Itt sajnos kár volt gázt adni, aztán eléggé nekikoccolt Kovács Ricsinek. Baj, balesetem leből ment tovább, úgyhogy nézzük tovább, aztán újra itt meg Balázs Bélának. Koccolt neki Levente. Nem egy nagy dolog. Itt is van Levente, hogy... kérdezni, itt azért nem adtunk büntetést erre a két kocra annyit, tehát legalábbis a 3 büntetőpontot, meg a 15 másodpercet. Nem történt baleset. Nem történt megforgás, igen. Igen, tehát itt úgyhogy... Ricsi is tudott tovább menni, meg Béla is, annyi, hogy azért a két esetet összegezve, valamint azért, tehát mégiscsak, hogy felhívjuk a figyelmet az óvatosságra, meg óvaintés, mert ugye ACC-ról beszélünk, tehát a megforgás az pikpop bekövetkezhet, hogy ezeket is kerülni kell. Ezért a két esetért összességében Györkös Levente egy büntetőpontot kap. Amolyan jelzésértékű a dolog.
intő részünkről, így van, nem volt durva esetlevente. De azért valamit mégiscsak érdemel, hogy így mondjam. Csoma Marci, remélem itt vagy, kedvenc esetet fog következni. És akkor mutatom tovább felső nézetből, mert innentől kezdve egyébként nem is nagyon volt probléma. Mindenki szépen jött, ment. Tehát az első körben az kérdés, hogy 37-en voltunk, tehát irdatlan nagy a mezőny egy rövid pályán. Nem is olyan széles a pálya. Teljesen korrekt. Tehát ezért azt mondom... Pályam ugye elég széles, de itt az első szektor mindenféleképpen technikás, és itt azért nem sok autó fér el. A középső hátsó rész azért ott már van hely, de valóban... De azért azt mondom, hogy megéri versenyezni itt. Főleg, hogy itt a végén így zárni a szezont, és akkor itt láthatunk a füvön egy tékozló Porsche-t Nástor Márk személyében. És pörgetjük. Amikor is Auer Zsoltival akad össze majd. Előtte volt egy Audis, Audis Zsolti volt azt hiszem. Igen. Úgy benne ketté, mint Brian és Dom. Itt volt egy kontakt az elején, de ez még nem mi. És itt, hát szépen mondhatni, kiterelték Márkot. Zsoltinak a Zsolti elküldte füvet nyírni a Porsét, úgyhogy meg kell találnom Zsoltinak, megnézzük Zsolti szemszögéből is, de elég egyértelmű a... Hol van? Na itt van, ja? Persze mellette van. Mondjuk erre gondolhattál, hogy nem lehet, hogy nagyon messze. Tény, hogy ugye Márk kicsit tart befele, de Zsolti meg kifele. És itt az a probléma ezzel az esettel, hogy itt már bőven egymás mellett autóznak, tehát az átfedés az megvan, így Zsoltinak figyelnie kéne, hogy ott van mellett a versenyzőtárs, és illene neki helyet hagyni, nem pedig úgymond leszorítani, már pedig ez annak minősül. Ugye, nincs helye. Hát Márk ugye két kerékkel a pályán, két kerékkel a rázókövön van, és Zsolti továbbra is kifelé tart, úgyhogy... Na még a való életben ez talán működik, és valaki csak elveszi a végén, mert nem akar erre jutni, azért itt szerintem ez túlságosan agresszív védekezés volt, és felesleges is. Úgyhogy sajnos mi a elsőkörös, és ráadásul azért 3 büntető pont és 15 másodpercje a Zsoltinak a megmozdulásért. Így van, nagyon itt se volt kérdés, hogy az Audi is bűnhődött. Egyetlen egy kérdéses esetünk volt, hát kérdéses, mi Ricsivel ezen vitatkoztunk, inkább csak úgy mondom, a többin nem. A következő esetünk, Neukum Ferencé, de akkor már mindjárt vége az első körnek, akkor már így elkezdtük felül nézetből mutatni, akkor mutassuk a többit is, hogy milyen szépen autózik a mezőny. Itt különösebb probléma nem volt, illetve majd most lesz még egy. Neukum Ferenc és Békefi Tamás. És akkor... Erre mondjuk kíváncsi. Kicsit lassabban mozogni, mert amikor gyorsan mozogsz, akkor brutál szétesik a kép. Jó. Kicsit. Igen, hát az a feltöltésnek a hiánya. Hát tudom. Az nem tudok mit csinálni sajnos, de... Neukum Ferencet fogjuk mutatni. Akkor lassított felvétel mutatom, és akkor... 29. pozíció. Na és ez volt a... Nem lassítva. Hozzáteszem, tessék megcsodálni a szép átfedést, hogy a két autó egymásban van, tehát itt valami bugról lehet szó, érzésem szerint. Netcode az erősen beszól, tehát azért a bármennyire is realisztikusnak mondják, azért ezt a szimulátort vannak még a dolgok, amikben lehetne fejlődni másik szimulátorok szintjére. Na most, itt olyan szempontból... Bocsicsi. Na, akkor mondjad, mert olyan a szempontból... testet akartam elvázolni. Jó, itt azon
volt a nézeteltérés, vagy máshogy láttuk Ricsivel tegnap, hogy én inkább mondanám azt, hogy nem csak, tehát nem mondanám itt Békefi Tamást hibásnak teljesen, mert ugye itt nagyon messze volt a Neokum Ferenc, tehát nem úgy fordultak a kanyarban, nekem ez volt az indoklásom. Nem úgy fordultak a kanyarban, hogy már egymás mellett vannak és megvan az átfedés, hanem tény, hogy ott hagy egy kis kaput a Tamás, de a Békefi Tamás fordul rá a kanyarra, és akkor hirtelen ott terem szerintem a Ferenc felé, és megpróbálja belső íven betenni. Csak hát már nincs hely. Nincs hely, és így ugye neki megy a Tamásnak. Nekem ez volt a meglátásom, és akkor Ricsi elmondja az ő meglátását. Hát... vagy nem. Annyi volt annyi volt részemről, hogy én úgy gondoltam, hogy talán, mintha Tamás ott nyitva hagyta volna a kaput, és Ferenc meg betette a betennivalót oda. Nem ítéltem én ezt annyira a torpedónak, pláne mint elég lassan érkeznek ez a kanyarhoz. Gondolkoztunk rajta sokat, hogy a torpedónak kit, vagy én sem mondanám. Hogy ki az, aki előtt, aki hibás, vagy nem hibás. Én ezt bármennyire is mondjuk Tamás rosszul járt ezzel, én versenybalesetnek mondanám, mert nem igazán tudom elmondani azt, hogy miért tartanám Ferencet ebben az esetben hibásnak. Pályán van, ott volt belül, nem érkezik nagy tempóval. Aztán utána, hogy itt mi történik itt, hogy összeragad a két autó, az egy másik dolog, arról hát, meg lehet kérdezni a fejlesztő csapatot, de nem láttam ezt annyira súlyos esetnek. Tény, hogy mondjuk Ferenc esetében nem biztos, hogy bepróbáltam volna oda, annyira nem volt egyértelmű ez a hely, hogy itt megcsinálja. Én Tamást azért nem mondom... Számomra necces. Igen, elég necces. Nehéz, mert Tamást azért nem mondanám én hibásnak, mert ő van elől, és csak ugye, hogy most írj is a cseten, hogy itt a Porsche-ra figyel a maga előtt lévő Porsche-ra, és hát fordul rá a kanyarra. És ja. Nekem az a problémám ezzel, hogy nincs kinek helyet hagynia, mert nincs átfedés. Tehát amikor azt mondom, hogy helyet kéne hagyni a másiknak, akkor még Ferenc szerintem bőven mögötte van. És ugye utána optimista módon Feri megpróbálja betenni, mert látott érést, csak aztán Tamást ez még jobban húzza, és puff. Mondjuk baleset nem lett belőle, hál' Istennek. Hogy itt most vagy az a, én azt mondom, hogy aztán majd Ricsinek nem tudom mi a válaszod rá, hogyha vagy versenybaleset, vagy hogyha az előzőnél a Györkös Levent ugye kapott egy büntetőpontot ilyen figyelmeztetés értékként, figyelmeztetés miatt. Egy büntetőpontot akkor annyit, adhatunk Ferencnek, azt mondom, hogy azt talán... Annyit megérdemel szerintem Ferenc, mert azért nem volt teljesen tiszta ez az előzési kísérlet. Úgyhogy annál többet egyértelműen nem ér a dolog, mert baleset nem lett belőle, az, hogy összeakadtatok, az már a játéknak a javára lehet írni sajnos. Úgyhogy Ferenc itt egy büntetőpontban részesül. Így a fair szerintem, hogyha már a Leventének is ezt osztottuk ki. De egyébként örömmel olvasom, hogy a Békefi Tomi írja, hogy megbeszélték a Ferivel dolgokat, és minden rendben van. Hát, figyelj Tamás, adnánk neki versenybalesetet, az az igazság, hogyha arra törekszünk, hogy konzekvensek legyünk és az előző esetekkel kapcsolatban, akkor egy büntetőpontot megérdemel, ettől nagy hátránya nem lesz, hogy gondolom nem sűrűn merül fel a neve itt a kedvesték alkalmával, úgyhogy szerintem ő is elteszi oda, ahova ezt a dolgot jeleztük számára így, hogy azért ez egy elnyebenye, szerintem ennyivel le van tudva, és akkor Danit még befejezi az első kört, kicsit itt versenypornózunk, hogy nézzük, hogy milyen ügyesek voltatok, aztán hát persze, megmutatom. Perc környékére ugrunk, aztán utcú neki az utolsó eset. Mert itt fordulnak nem akarjuk elvenni a Vodabiteket másoktól. Kösz.
Tehát igazából ennyi történt az első körben, nagyon ezeket leszámítva nagyon tiszta kör volt, és emiatt gratulálunk mindenkinek. A box áthajtás vagy büntetéseket az nincs, mert megnéztem a boxkiáratot, és mindenki szépen betartotta azt, hogy nem lépte meg, nem vágta át keményen a fehér vonalat. És akkor egy esetünk van még, többen egy jó 20 percet vagy 15 percet ugrunk. Elég egyértelmű lesz, Csépány Laci. Vagy hangosan gondolkodsz, előre lelőd az eseteket. Hát. Sajnos. Viszont ez is egy olyan eset lesz, ami nem hatóságosan sokat kellett gondolkodni. Igen, itt Laci, puff, megpöszkölt egy kis Balást. Sajnos Balázs. Írt is Balázs, hogy egyébként sajnos, tehát szerencsére ez ugye a bajnokság állásában nem szólt bele. Gondolom, hogy már kiszámolta, én még nem. Hát szerintem Laci se ilyen célzattal ment, ez ugye egy viszonylag nehéz kanyar, vagy íven kell fékezni, elég erőteljesen. Lehet, egyébként meg is csúszott kicsit a Porsche, most nézem, a fenyát tudja. Porsche nincs, csak bocs, egy Mercedes, Audi. Meg egy Audi. Audi, bocs. Audi. Egy az picit is. Igen, olyan, mint a hamarabb kitörne a segge. De ettől függetlenül neki ment. Lehet, hogy Laci is egy kicsit optimista volt, szerette volna zárni a rést. Igen, egy picit, mint a sokkal jönne a kanyarba. Jó, ettől függetlenül neki ment, ez Laci. Ez nem számít. Úgyhogy... Ilyen szempontból. Laci sajnos neki ment kis Balázsnak, aki ezáltal kiforgott. Ezért 2 büntetőpontot és 10 másodperc időbüntetés kap Csépány Laci. Na, az igazság, hogy... Rettenet gyorsak voltunk, aki most lehet utolsó. Még ilyen grátisokat, vagy aki még szeretné, hogy nem tudom melyik körében, ha tudjátok, hogy mikor volt, meg valami, tehát nem az, hogy itt végignézzük a 45 vagy 60 perces versenyeteket, akkor még esetleg belenézhetünk. Ez ilyen karácsonyi ajándék. Gergő úgyis itt van, ő szokott mondani rendszeresen ilyen eseteket, hogy hú, hát nem tudom melyik körbe akkora csata volt. Hát ha... És akkor elkezdjük végignézni 2-3 körön keresztül, de ez most nem akarjuk. Na mindegy. No, de egyébként ennyi, ami óvásra került, illetve ami az első körben történt, az ennyi volt. Úgyhogy ez 5 eset. Úgyhogy ennek nagyon örültünk. Így van, köszönjük szépen, hogy így viszont... Sokkal gyorsabban tudom majd én is az oldalt frissíteni, hál' Istennek. Hát illetve hát nem csak nekünk jó, mert nektek is jó, mert akkor az olyat, hát ezt a pár embert sajnos, aki részt vett a balesetekben, nem mindenkinek, de akkor ezek szerint ez egy elég tiszta verseny volt szerintetek is, és nem csak a közvetítés maradt le adott esetben egy-két pitputyról, hanem tényleg nem volt semmi. Úgyhogy örülünk neki, reméljük a következő bajnokságunkat, amikor elindítjuk majd akkor. Az elején nem lesz megint káosz, és akkor tudtok egy. Igen, az vannak már terveink a következő bajnokságra, úgyhogy mindenképpen majd időben értesül mindenki róla. Közben olvasom Györki Levinnak a első kör hátsó egyenes után valaki keresztbe állt, az belülről meredek volt. Szerintem a Porsche-ra gondolhat itt Levente, talán. Hát a hátsó egyenesben az nem biztos, nem tudom, hogy volt, de megnézhetjük az esetben, amit gondoljátok, mert ez egy pár percet még. Már látom, Dani, te már nagyon nyomtad, a vége lesz a mindennek. Hát nem akartam ott bent hagyni azt a... Ja, azt hiszem, az a Békefi Tomi volt egyébként. Az a hátsó egyenes. Talán igen, és miután ők... Azt néztük is. Azt néztük is. Első kör. Körgetjük. Hát Tamást nézzük akkor, hanem Levit, és akkor... Miután ő volt az elszenvedője a dolognak. Levit. Ez lesz az. Szerintem ott van előtte a... Gondolom én, így takarázsa van szegény Levente.
Ja, most jön. Igen. Itt Békefi Tamás önhibájából csúszik meg. Igen, ezt tegnap emlékszem. Uff, igen, ez meredek volt, de hál' Istennek. Hál' Istennek nem volt belőle. Jaj, Gergő, azért ennél izgalmasabb dolgokat gondoltunk megmutatni, de... Na jó, csak hogy ne lehessen azt mondani, hogy... De mondjuk, igen, nem, levezetőkörre gondoltunk. Nézzük meg, hogy elbúcsúzzol a rendőrautós Porsétól. Ne pörgetünk. Nem biztos, hogy meg lesz levezetőkörödő. Hát, Gergő, ez szívás, mert pont mikor elkezdtél volna forogni, akkor a replay véget ért. Úgyhogy nincs. Nincsenek funkok. Nincsen funk. Reméljük, te jobban csináltad, mint Sumi. Hogy... No de, visszatérve. Úgyhogy már terve van a következő bajnokság, szeretnénk újítani, bár ugye nem egyszerű a helyzet, mert az ACC elég korlátozott lehetőségek terén, de ettől függetlenül megpróbálunk majd beújítani egy-két dolgot. Még akkor visszugrunk még egyszer Békefire, mert Levi írja, hogy nagy dolog nem történt, Tamás elvesztette az uralmát a gép felett. Megszűnt a tapadás, és megforgott. Hál' Istennek mindenki ki tudta kerülni. Na, nem mindenki, de... Igen. A Levi a replayt Dani minden egyes alkalommal föltölti a futamok után a honlapra, és onnan bárki leszedheti, hogyha esetlegesen nem állította be a játékot. Kovácsicsinő volt az Alfa Tauri is Hondával, szerintem vele voltak nagyjából egy helyen. Igen, ott nem volt semmi. Töricsi az elment mellette a Hondával, Tamás mellett. Meg a valamelyik kör az eléggé tág, sajnos egy 60 perces futamnál, úgyhogy... Na de visszakapcsolok. Aztán majd, ha jön még kérdés, akkor átklikkelek, de visszakapcsolok, és akkor később valahol. Levi, majd akkor legközelebb, vagy ezt most így nem tudjuk megnézni, hogy nem tudjuk, hogy hol az időpont, azt nem akarjuk végigkeresni az egészet. Az Gergőnek, a Balai Gergőnek a reszortja, hogy ilyet kérjen. Ő szokta úgy mondani, hogy a harmadik körje, nem a negyedik, és akkor pörgetjük egy fél órája, és ja, igen, itt volt. Na mindegy, nem akarunk Geri megbántani. Lőd az embereket a PUBG-be. Szóval terve van már a következő verseny, és amit majd ki fogunk írni időben, nem kell sokat várni, vagy a következő bajnokság, addig lesznek fanok, persze. Készülünk januárban egy komolyabb összezörrenéssel is már, ugye? Igen, úgyhogy ez ki lesz minden írva? Lehet csapatokba szerveződni, és kicsit hosszabb lélegzetvételű versenyt próbálunk összehozni nektek, illetve hát szeretnénk valamennyire a nemzetközi mezőnyt is bevonzani, úgyhogy majd ez is egy olyan eseményünk lesz, ahol az új platformon, a SimGriden tudtok majd feliratkozni a versenyre, és akkor ott minden infót megkaptok. Következő bajnoksággal kapcsolatos infókat, ahogy Dani is mondta, amint fölvonalazódik, hogy mit és hogyan szeretnénk, tájékoztatunk titeket természetesen. Nekem már körvonalazódik, csak még amíg nincs ugye biztos. Hát igen. Addig nem ötlettelenül ülünk itt jelenleg, szóval vannak, csak még mindent meg igen, kell hálni rendesen, hogy jó ötletek legyenek, vagy jó versenyeket tudjunk nektek szervezni. Igen, mert nem egyszerű, hogy eléggé kötött ez a játék. Tehát sok, az én véleményem az, hogy sok lehetőség nincs benne. Mindig GT3 vagy GT4, aztán menni. De nem olyan változatos, mondjuk, mint az AC, vagy mondjuk egy R-faktor 2, hogy abban sokkal több lehetőség van, de ettől függetlenül lesz a CC. Úgyhogy... Lesz, mert elég közkedvet szimulátor, és ti is szeretitek, úgyhogy mindenféleképpen lesz bajnokság a következő évben is.
hamarosan jövünk a részletekkel. Csütörtökön, ha a netem is úgy akar, és legalább még a, ha már rossz is, de lesz net, akkor csütörtökön lesz egy hivatalos bajnoki eredményhirdetés, az is egy ilyen rövidebb eredményhirdetés lesz, amikor felkerülnek a csütörtök az eredmények, ugye az a hivatalos eredmények a honlapra, és akkor ki is hirdetjük egy plakát keretében a top 3-at, illetve megmutatjuk, hogy ki hányadik lett a bajnokságban, illetve akkor majd várunk mindenkit, vagyis hát nem mindenkit, hanem a top 3 helyezettet egy rövid interjúra, hogyha szeretné elmondani, hogy milyen volt neki ez a bajnokság. Ha más nem, akkor ilyen retro streamet nyomunk majd ilyen 144p-be, és akkor az biztos igen, jó lesz. Így van. Úgyhogy csütörtökön 9-kor lezárjuk az ACC bajnokságunkat is egy élő stream keretében, akkor is tartsatok velünk. A héten több más nem lesz, mert ugye ünnepek, és akkor mindenkinek jó pihenést kívánunk. Mindenki megérdemli. És jövő héten szerintem majd lesz a két ünnep között egy fun, illetve utána, amit ma mondott Ricsi is, hogy januárban is jövünk egy nagyobb fun esemény bejelentésével. Úgyhogy unatkozni unalommal nem lesz, de most ezt a hetet mindenkinek, magunknak is, meg mindenkinek is a pihenés re szálljuk, a pihenés hete lesz, és akkor januárban újult elővel. A versenypályáról, és családdal töltjük akkor ezt a pár. Így van, és akkor januárban újra belevágunk a lecsóba. Ha csak egyelőre fan keretében, fan verseny keretében, de az is egy komolyabb, nagyobb szervezés lesz, annak tervezzük. Úgyhogy, ha nincs más, akkor köszönjük, hogy itt voltatok ma este. Jó volt a Mizánói verseny, tökéletes futam volt. Örülök, hogy mindenki, szerintem mindenki, vagy a többség jó szájízzel zárja le ezt a bajnokságot. Úgyhogy találkozunk csütörtökön, 9-kor a bajnoki eredményhirdetésen. Addig nem is búcsúzok el, hogy mindenkinek boldog ünnepeket, mert majd akkor csütörtökön este. Még bejelentkezünk, úgyhogy az érzelgős dumát meghagyjuk addigra. Tartsatok akkor is velünk. Jó éjszakát, sziasztok! Jó éjszakát, sziasztok!